Hello! Egy szobatisztaságra nevelő könyvet szeretnék bemutatni, aminek szülőként nagyon nagy hasznát láttuk. A könyv címe a Bili Tudománya. A címe pedig minden, amit a szülőknek és a nagyszülőknek a szobatisztaságról tudniuk kell. Azért fontos a nagyszülőket is bevonni a szobatisztaságra nevelésbe, mert nekik már vannak bizonyos prekoncepciójuk, már próbálták, és egyáltalán nem biztos, hogy helyes az, amit szeretnének elérni. A könyvből sok hasznos dolgot tudhatunk meg, azt, hogy hogyan lesz a gyerek általában szobatiszta, nagyon fontos információk vannak benne, és ez egy gyerekbarát szemléletet közvetít, tehát nagyon fontos, hogy türelmesek legyünk a gyerekkel, hogy semmit se erőltessünk. De természetesen az is fontos, hogyha már megtudjuk, hogy hogyan lesz szobatiszta a gyerek, és ha mégsem lett szobatiszta arra az időre, vagy addigra, akkor föltárjuk a problémákat, és tenni tudjunk. A könyvben összefoglalók vannak a fejezetek végén, ebből a szülők, akik többnyire elfoglaltak, ők is megtudhatják a lényeges dolgokat, hogy mire figyeljünk, mire figyeljenek. Aztán előfordulhatnak hirtelen adódó problémák, amiket meg kell tudnunk valahogy oldani, vagy miért jó, hogyha naplót vezetünk, ha már ezek a problémák ugye adottak, mit tudunk kiszűrni egy ilyen naplóból, ugye egy ilyen listából például, amit napra készen vezetni tudunk, miket lehet megtudni, hogyan tudjuk megoldani az adódó szobatisztasági problémákat. Ha pedig nyilván pisilésről van szó, bepisilésről, vagy pedig bekakilásról, ezekhez részletes anyagot, tudást, információt ad a könyv. Aztán itt vannak a személyes történetek is, amelyek közül nagyon sok hasonlót fogunk találni a mi esetünkkel kapcsolatban. A könyv ára jelen pillanatban 2990 forint, kapható a könyv a különböző áruházláncokban, akár kiskönyvesboltokban is meg lehet rendelni, de a kiadó honlapján is találhatunk információkat a könyvről, illetve meg tudjuk ott rendelni. Ajánlom a könyvet mindenkinek, aki gyermeket nevel, problémái vannak a szobatisztasággal, vagy szeretne megtudni információkat ezzel kapcsolatban.